Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás az ő következő lépése. Itt megnézzük, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de én úgy gondolom, hogy nincsenek véletlenek, és az sem véletlen, hogy te most éppen ezt a videót nézed, valamit közöl neked is. Persze megvan arra a lehetőség, hogy kérj egy személyes jóslást, vagy ezt a ő következő lépését, vagy egy másikat, tedd fel a kértésedet, és akkor arra kivetem a kártyát. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Ha megrendeled a havi ingyenes hírlapot, ott minden hónapban van kedvezmény, egy kirakás asztrológiával együtt 6000 forintért. A személyes videók azok a másik csatornámon jelennek meg, és ezt a csatornát úgy hívom, hogy Meisterin des Kartenlegens, vagy megtalálod a Facebook oldalamon Dendera Susanna Medici. Ott is megjelennek a videók. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák, az ő következő lépése. A jelenlegi helyzetét itt látjuk, és itt az erőről van szó, az ő élet erejéről, hogy be kell bizonyítani magát másokkal szemben. Azt is jelentheti, hogy gondol rád, szeret téged, és te adsz erőt számára. Ez az erő lehet a belső erő, a hit is. Tehát be akarja bizonyítani magát. Ki vagy mi hat rá, a külső befolyások, az itt látható a képen, itt vannak kihívások, vagy konkurencia, vagy mások támadják őt, és be kell bizonyítani magát, tehát szüksége van erre az erőre, hiszen nem tud elszaladni az események elől. Mit fog tenni, ami téged illet? Itt látható, hogy kis lépésekkel ugyan, de közeledik hozzád. Nem jön üres kézzel, hanem átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, és ez jelenti az érzelmeket. Nyitott lesz érzelmekről beszélni, tehát kimutatja az érzelmeit. Hogy viszonyulj hozzá? Itt ezen a képen látható egy szerelmes pár, az azt jelenti, hogy ő közeledik hozzád, itt is látható, hogy kimutatja az érzelmeit, és itt kialakul köztetek egy szép, harmonikus párkapcsolat. Viszont itt ezen a képen látható a te munkahelyed, a munkahelyi kapcsolatok, amire szintén oda kellene figyelni. Hiszen a kép mutatja azt, hogy te nagyon jól dolgozol. Mások itt figyelgetnek téged. Vagy kíváncsiak, vagy kritizálnak. Úgy bánnak veled, mintha egy diák lennél. Holott nagyon jól, mesterien dolgozol. Ne légy bizonytalan. Ne hagyd azt, hogy mások uralkodjanak feletted, vagy kritizáljanak téged, hanem legyen meg az önbizalmad. A képek azt mutatják, hogy megvan nála az életerő, te is adsz erőt számára, hisz abban, hogyha kimutatja az érzelmeit, kialakul köztetek ez a szép szerelem, párkapcsolat, a környezetében vannak még kihívások, te bebizonyítja magát,
Nálad itt vannak igazságtalanságok, a munkát, a hivatást illetően, vagy a környezetedben van valaki, aki úgy figyelget, kritizál, holott mindent jól rendezed. És ez volt a jóslás, az ő következő lépése. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rák!